Az 1999 tavaszán az Allied Force hadművelet alatt lelőtt F-117-es alacsony észlelhetőségű, közismertebben lopakodó csapásmérő repülőgép esetével kapcsolatban számtalan városi legenda született. Ezek egy része magával az esettel kapcsolatos, az abból levont téves következtetések, illetve az alacsony észlelhetőséggel kapcsolatos fizikai téveszméknek is táptalaja lett a gép lelövése. Ez a videó ezeket tárgyalja ki egyesével, részben gyakran ismételt kérdésekszerű formában, ami a leggyakrabban hangoztatott téveszméket cáfolja meg. A videó komoly részben alapoz az alacsony észlelhetőséggel és a radarok felderítési távolságával foglalkozó anyagra, illetve az esetben szerepet játszó S-125M nyelve a légvédelmi rendszerről szólóra is. Az azokban már bemutatott és kifejtett témákat, képességeket és levezetéseket ez az anyag ezért nem ismétli meg. Erősen ajánlott ennek a két korábbi anyagnak a megtekintése azok számára, akiknek az abban szereplő tények és összefüggések nem ismertek. Az F-117 lelövésének körülményeiről a mai napig túl sok városi legenda és téves információ kering a neten és a bulvárlapokban, annak ellenére, hogy név szerint ismert, hogy ki volt a parancsnoka a Nyeva rakétaosztálynak, ami az F-117-es lelőtte. Dani Zoltán, a szerb hadsereg magyar, székely származású tisztje volt a sikert elérő rakétaosztály parancsnoka. A videóban prezentáltak egy része a vele való beszélgetésből származnak, illetve további szerb nyelvi források képzik a videó gerincét. Első gyakori tévedés. Az F-117 kinyitotta a bombakamra ajtókat, amitől a gép észlelhetővé vált, és így lőtték le. Ez az egyik legostobább és mégis leggyakoribb téveszme, mert még a józanészt is mellőzi. A belső fegyvertér ajtaja mindössze néhány másodpercig van nyitva. Ennyi idő alatt még a célbefogás sem lehetséges, nemhogy a rakéta célhoz is érjen az indítás után. A radar az nem úgy működik, hogy mert néhány másodpercre nagy radar keresztmetszetű lesz egy cél, akkor azután is követhető marad. Még ha esetleg be is fogná egy tűzvezető radar, az ajtók záródása után, amikor visszaáll a kis radar keresztpetszet, akkor nagyobb távolságból a radar elveszti a célt. Egy analógiával olyan ez, mint egy fekete, nem fény visszaverő dobozba tett tükör. Ha kinyitjuk a dobozt és a tükörre jó irányból világítunk rá, akkor sok fényt ver vissza és látható messziről is. A doboz visszacsukása után, ha a tükröződő felület eltűnik, ettől még nem válik láthatóvá a tárgy távolról a sötétben. A repülőgép a dobozos példához képest ráadásul mozog, tehát miután nem követhető radarral, így arra rakéta rávezetése sem lehetséges, hiszen annak helyzete sem ismert a rövideig tartó célkövetés, vagy csak a céljel felvillanása ellenére. Második gyakori tévedés. A gépek felszállásának idejét ismerték, a repterek környékét nem zárták le. Így egy telefon is elég volt Belgrádba, tudták mikor érkeznek a gépek és mikor kell felkapcsolni a radart. Ez a kijelentés több szempontból is megmosolyogtató. Csak mert egy repülőgép felszáll egy adott helyen, abból nem tudni, hogy hova tart, milyen útvonalon repül, mikor ér oda, és az sem, hogy milyen irányból közeledik. Ebből semmiféle következtetés nem volt levonható, hogy mikor és hol lehet számítani a támadásra. Ez alapján nem időzíthető, a harctevékenység megkezdése még nagyjából sem. Harmadik gyakori tévedés. Az F-117-es a korábbi napokon is ugyanazt az útvonalat használta, mint a lövéskor. Az útvonal alá települt egy légvédelmi rakétaosztály, ami így le tudta lőni. Ez is egy igen gyakori téveszme, a valóság ennek szöges ellentéte. A Dani Zoltán által vezetett 250/3. Rakétaosztály még a hadművelet megkezdése előtti napon települt a 60-as években a Simarovci közelében épült régi, tartalék SZ-75 Vina légvédelmi tüzelőállásba. A település után egyik radart sem kapcsolták fel, ezért azok bemérése nem volt lehetséges. Hogy a műholdas felderítés miért nem vette észre a rakétaosztályt, az egy érdekes kérdés, de lehet, hogy a régi, üres, tartaléktüzelőállásokat nem tartották szemmel, ki tudja. A kitelepülés nyomon követése nem volt lehetséges. Még ha volt is I-8 G-Star gép a levegőben, a légvédelmi rakétaosztály mozgása a civil forgalomba teljesen beolvadt. Az E-8-at körülbelül gépesített ezred nagyságú harccsoportok mozgásának felderítésére tervezték, nem a legfeljebb tucatnyi járműből álló oszlopok követésére, amik a civil forgalommal együtt mozognak. Negyedik gyakori tévedés. A Nyeva radarjának üzemi frekvenciáját változtatta meg Dani Zoltán, felettesei engedélye nélkül, és így az észlelési távolság drámaian megnőtt, ezt tette lehetővé a sikert. Nos, Dani Zoltán azt állította, hogy a P-18 radaron végeztek módosítást, az SNR-125 tűzvezető radaron viszont nem. De amúgy még ez se számítana sokat,
mert a szűk keresztmetszetet a tűzvezető radar jelentette, ahogy később látni fogjuk. Azon viszont semmiféle változtatást nem eszközöltek, a céllel küzdéshez pedig annak használata is szükséges. A célfelderítő radar célja, hogy elegendő időt biztosítson az osztály számára a tüzelés előkészítésére. A tűzvezető lokátor számára a célkutatáshoz, a rakéták felkészítésére az indításhoz, illetve hogy megfelelő légi helyzetképet adjon a harci munka végéig. Ezek után lássuk, hogy mi is történhetett valójában, kezdjük magával az alakulat által használt technikával. A sikert egy S-125M nyeva légvédelmi rendszerrel érték el, de az átlagos nyeva osztálytól eltérő eszközökkel. A szerb légvédelem az S-75M Volhov légvédelmi rakétarendszerek daytoni békeszerződés által megkövetelt kivonása után az azokhoz tartozó P-18 méteres hullámhosszú felderítő radarokat nem selejtezte le. Ez a radar az S-125M rendszer P-15 kismagasságú felderítő radarjával szemben a 6 km felett repülő célok felderítésére is alkalmasabb volt, ahogy ezt már bemutatta a rendszer taglaló anyag. Ezen felül a P-18 hosszabb hullámhozt használ, deciméter helyett métereset. Így a felderítési távolság MiG-21 méretű vadászgép ellen 270 km, a P-15 nagyjából 140 km-es értéke helyett. Dani Zoltán alakulata a P-15 helyett P-18 célfelderítő radart használt. A másik fontos tényező a szerencse volt, több területen is. Belgrádot a háború elején a 250. légvédelmi dandár védte, összesen 8 darab Nyeva rakéta osztállyal. A hadművelet kezdetétől fogva nyilvánvaló volt a szerb és a nyugati koalíciós erők közötti aránytalanság. Ezért a szerbek mindvégig a légvédelmi eszközeinek megőrzését tekintette prioritásnak. A dandár osztályai a háború kitörése előtt települési helyet váltottak, elhagyták békeidős tüzelőállásukat és kitelepültek a várostól 10-30 km-re szektorosan. Alapvetően délnyugati, boszniai irányból várták a támadókat. Éjszakánként csak 2-3 rakétaosztály adott ügyeletet, a többi áttelepült más tüzelőállásba vagy pihent. Tehát csak a szerencse kérdése volt, hogy egyáltalán melyik rakétaosztály megsemmisítési zónájába repült be célpont, aminek ráadásul éppen ügyeletesnek kellett lenni, hogy azok fel is kapcsolhassák radarjaikat, hogy harctevékenységet végezhessenek. Amikor csak lehetett, vezetékes telefonon tartották a kapcsolatot a parancsnoksággal a rakétaosztályok, lévén azt nem lehetett bemérni és lehallgatni. A szerb légvédelem egyetlen MiG-29 századának 14 gépes állományából a 10 üzemképes gépnek a fele áttelepült három más reptérre, Ponivke, Nis és Podgorica repterekre. A Belgrád melletti Batajnicán csak 5 üzemképes vadászgép maradt. Az első két éjszaka jó részt a MiG-29-esek próbálták a NATO légicsapásokat feltartóztatni. Ezek a kísérletek mind sikertelenek voltak. A szerbek összesen 7 bevetést repültek, ahol a NATO F-15C és F-16AM vadászgépek AMRAAM rakétákkal 5 MIG-et lelőttek. Hihetetlen szerencsével az 5 lelőtt gép pilótája közül 4 túlélte az esetet. Ezek után a vadászgépek további bevetését érthető módon nem erőltették. Az első éjszaka a NATO gépek több üres Nyeva légvédelmi tüzelőállást bombáztak meg, köztük Dani Zoltánék osztálya által elhagyott békeidős Jakovóit is. Személyi és technikai sérülést ugyan nem okoztak, de az ott megerősített, betonfedezékekben tárolt tartalékvédelmi rakéta készletet megsemmisítették. A háború harmadik napján Belgrádnál 3 Nyeva rakéta osztály adott készültséget. A 250/3. Simanovci, 5. Progár, a 7. Bozderevac tüzelőállásoknál. Mindhárom fővárostól nyugatra Bosznia felől várta a támadókat. Mivel a szerb légierő a bevethető vadászrepülők felét már az első két nap elvesztette, ezért a légvédelmi rakéták alkalmazása nagyobb teret kapott. A konfliktus harmadik napja is rosszul kezdődött a szerb légvédelem számára. Délután 5 óra 20-kor a 250/5-ös rakétaosztály találat érte. Emberveszteség ugyan nem volt, de a technika javítása egy hetet vett igénybe. Ez volt a konfliktus első légvédelmi rakéta vesztesége. Az esti csapásra az olaszországi Avianóból felszállt F-117 lopakodók, elektronikai zavarógépek és légvédelmi rendszerek elleni kíséret nélkül Szlovénia légtérén átrepülve Magyarország fölött légi utántöltést hajtottak végre. Ezt követően a román-szerb határ fölött délkeleti irányban lerepültek Belgrádig. A várost északkeleti irányba közelítették meg, ahonnan a legkevésbé várták őket. Amikor a légi csapás már zajlott és nyilvánvaló volt, hogy a NATO bombázó Belgrád fölött vannak, az aznapi ügyeletben maradó két nyeva osztály felkapcsolta a felderítő radarjait.
A máskor szokásos elektronikai zavarást a szerb felderítő lokátorok ezen az éjszakán egyáltalán nem tapasztalták, a felderítő indikátoron tisztán látszottak a céljelek. Dani Zoltán alakulata a P-18 célfelderítő radar felkapcsolása után két célt is észlelt, egy közelebbit és egy másikat nagyobb távolságban. A célok éppen Belgrád légteréből fordultak ki Magyarország a biztonságos légtér felé. A 250/3. Osztály a feléjük forduló közelebbi célra koncentrált. Dani Zoltán elmondása szerint ekkor még nem tudták, hogy F-117-es derítettek fel, ez csak a lelövés után derült ki. A P-18 felkapcsolása után a legközelebbi cél 23 km távolságban volt, az osztálytól déli 195 fokos irányban, ami észak felé 345 fokos irányt tartva repült Magyarország felé. Ekkor kezdték meg a célkutatást az SNR 125M tűzvezető radarral, miközben a P-18 folyamatosan nyomon követte a célt. Az első célkutatás a tűzvezető radarra 17 km távolságban 210 fokos irányban sikertelen volt. Az osztály folytatta a P-18 adatai alapján a célkeresést. A második célkutatás 15 km távolságban 230 fokos irányban ismételten sikertelen volt. Végül a harmadik próbálkozásra a tűzvezető indikátoron megjelent a kisméretű céljel. A távolság 14 km, magasság 6 km, az irány 240 fok volt. A céljel kismérete miatt az automatikus célkövetés helyett a kezelők az előttük levő kézikövető kerekekkel végig manuálisan követték azt. A rakéta 3 pont rávezetési módszere volt kiválasztva. A követésbe vétel után két 5V27D rakétát indítottak 245 fokos iránynál. A második rakéta műszaki hibás volt, a Neva rakéta követő rendszere nem tudta azt követésbe fogni. A működő rakéta a célnál rádiógyújtóval robbant, 21 másodpercnyi repülést követően körülbelül 14 km távolságban. Ekkora a célmagasság már 7 km volt, az osztálytól 270 fokos irányba repült a cél, ami végül Budyanovci falu mellett zuhant le relatíve épségben a körülményekhez képest. A kézikövető kezelőknek nagyon gyorsan és pontosan kellett dolgozni, mert az F-117 repülési sebessége körülbelül 900 km/h volt, ami 250 m/s célsebességnek felel meg. Az F-117 lelövése nagy fegyvertény volt, azonban mi is kellett hozzá? Első körben az, hogy a rakétaosztály a megfelelő távolságból képes legyen észlelni, hogy az alakulat tűzvezető radarjával tudják, hogy hol keressék. Csak így volt lehetséges, hogy időben befogják a célt, indítsák a rakétát és még azelőtt találatot érjen el, hogy az a minimális megsemmisítési zónán belül kerülne, vagy éppen a tűzvezető radar szűkös felderítési távolságán túlrepüljön. A P-18 felderítő radar ehhez elengedhetetlen volt, viszont az nem minden szerb Neva osztálynak nyitott. Összesen csak 4 darab P-18 állt rendelkezésre, ebből egy pont a megfelelő alakulatnál volt a megfelelő időben és helyen. Képzett, összeszokott és gyakorlott személyzet, akik a 40 éves szovjet technikát használva képesek voltak a szűk megsemmisítési időablakban sikeresen megoldani a harcfeladatot. Nagyjából másfél perc telt el az első P-18 észleléstől a találatig. Hatalmas szerencse volt az is, hogy az osztály pont jó helyre települt. Az SNR 125-ös ugyanis csak 14 km felde távolságból volt képes az indikátorán megjeleníteni a célt. Csak ekkor volt manuálisan követésbe vehető az. Ebben a magasságban a megsemmisítési zóna minimális ferde határa 8 km. Vagyis az F-117-esnek egy mindössze 5 km széles folyosóban kellett másfél percen át repülnie az ellene végzett eredményes harci munkához. Amennyiben csak 3 km-rel távolabb vagy közelebb repült volna, vagy akár csak 10 fokkal eltérő irányban, akkor vagy a tűzvezető radar felderítési távolságán kívül, vagy a minimális indítási távolságon belül ért volna a találat előtt. Amúgy mellékesen ez az észlelési táv azt is jelenti, hogy hiába is érzékeli a célt bármilyen felderítő radar sokkal messzebbről, akkor is a tűzvezető radar jelentette a szűk keresztmetszetet. Elektronikai zavarást a NATO ezen az éjszakán egyáltalán nem végzett, ami elnyomta volna a P-18 felderítő radart. A P-18 segítsége nélkül az F-117-es megtalálása lehetetlen lett volna. Az is szerencse kérdése volt, hogy ezen a bevetésen az elektronikai zavarókon kívül nem voltak Wide-vízzel kísérők sem, így az osztályt nem fenyegette AGM-88-HARM rakétatalálat. Bár azt hozzá kell tenni, hogy Dani Zoltán igen kemény korlátozás szabott meg a kisugárzásra. 21 másodpercnél hosszabb célkutatás nem engedélyezett a tűzvezető radarra, és ha használták azt, akkor a használat után azonnal elkezdték az áttelepülést, még akkor is, ha egyetlen rakétát sem indítottak.
A teljes hadművelet ideje alatt Dani Zoltán osztálya körül 23 darab hármroncsot számoltak meg. Ez nagyon jó indikátora annak, hogy mennyire indokolt volt az óvatos használata a tűzvezető radarnak. Azzal ugyanis csak nagy szerencsével lehetett észlelni még a szemből érkező három rakétát, ami viszont akár az osztály mögül is érkezhetett. A P-18-as felderítő indikátorán viszont azok szépen látszottak, kivéve ha erős elektronikai zavarás elfedte, így lehetőség nyílt időben a tűzvezető lokátort kikapcsolni és a három csalikat aktiválni. Összegezve, a szerb légvédelem egy kiemelkedően hatékony egysége kemény munkával és hatalmas szerencsével érte el a sikert, de a hadművelet végkimenetelét semmilyen mértékben nem befolyásolta. Az eset abból a szempontból érdekes, hogy az SNR-125 radar paramétereit ismerve visszafelé kiszámolható a célradar keresztmetszete, amit a 14 km-es ferde távolságból érzékelt a tűzvezető radar. Ez azért fontos, mert ez az egyetlen hiteles és publikus mért radar keresztmetszet értéke egy alacsony észlelhetőségű repülőgépnek. A lopakodó repülőgépek és radarokról szóló videóban bemutatott radaregyenlet segítségével az észlelési távolság ismeretében kiszámolható a radar keresztmetszet. A nyavat tűzvezető radarja másfélszer másfél fokos tűnyalábbal világítja meg a célt. Az impulzus csúcs teljesítménye 170 kW, a vételi érzékenység mínusz 93 decibel, az üzemi frekvencia 9500 MHz. A cél felderítésekor a felde távolság 14 km volt, ami 6 km magasság esetén 12 km-es vetületi távolságot jelent. Az általános radar egyenletet átrendezve a kapott eredmény mínusz 29,1 decibel, tehát 12 tízezred négyzetméter. Az eredmény visszaigazolta azt, amit vártunk. Már az eset előtt is nagyjából 1000 és 25 tízezred négyzetméter körüli radar keresztmetszetet becsültek egyes források a 90-es években. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez körülbelül csak egyetlen irányból mért érték. Az észlelés pillanatában a radar 80 fokban oldalról látott rá a célra, ami kiemelkedően jól optimalizált geometriát jelent. Cáfolni látszik az a sokak által készpénznek vett kijelentés, hogy az alacsony észlelhetőség nem valósítható meg széles aspektus tartományban. Egészen a legutóbbi időkig nem volt túlságosan ismert, hogy a szerb légvédelem egy másik, szintén Belgrádot védő nyeve osztálya is ért el találatot egy Németországból felszállt lopakodó F-117-essel szemben. A találat következtében a gép egy vezérsíkját lényegében elvesztette, és egyik hajtóműve is leállt, de a pilótája ennek ellenére is képes volt visszatérni támaszpontjára. Így a háború után személyesen az Egyesült Államok elnökétől átvehette a kiváló repülő érdemkereszt kitüntetést, a bevetés során bemutatott rendkívüli teljesítmény elismeréseként. Az eset hullámai magasra csaptak, ami után az úgynevezett szakértő újságírók és persze laikusok is tengernyi téveszmét és butaságot hordtak össze. Ezek közül több még minden mai napig kering az interneten. Tisztázzuk először a nyilvánvalót. Lelőhetetlen repülőgép pont úgy nem létezik, ahogy elsüllyeszthetetlen hajó sem. A kérdés mindig az, hogy milyen körülmények között mekkora egy esemény bekövetkeztének a valószínűsége. Radarok számára láthatatlan repülőgép nem létezik, ezt legfeljebb csak a bulvársajtó hirdette, meg a buta propaganda. Ez remélem mostanra nyilvánvalóvá vált. Az alacsony észlelhetőségű kialakítás nem teszi láthatatlanná és lelőhetetlenné a repülőgépet, csak megnehezíti a felderíthetőséget és nyomon követhetőséget a radarok számára. A felderítési távolság csökkenésével az ellentevékenységre rendelkezésre álló idő csökken. A kérdés az, hogy ez mennyire tág lehetőségeket biztosít a túlélésre. Az F-117-nek is megvoltak a maga igen erős korlátai. A gépen ugyanis semmiféle önvédelmi rendszer nem volt, még besugárzási jelző sem, sőt rádiókapcsolata sem volt. A bevetés azon része alatt, ahol a minimális radar keresztmetszetre volt szükség, az összes antennáját visszahúzta a gépbe. A repülőgép tervezése során az alacsony észlelhetőség biztosítása akkor máshogy nem volt lehetséges. Ezért is van, hogy sem az F-22, sem az F-35 és egyik jövőbeli alacsony észlelhetőségű repülőgép sem pusztán erre a képességére támaszkodik. A manőverező képessége az F-117-nek összesen mérhető az 5. generációs alacsony észlelhetőségű vadászgépekével, mint például az F-35 vagy az F-22. Tehát ha rakétaindítás történt az F-117-re, azt a pilóta csak vizuálisan észlelhette, hiszen az kvázi szemből vagy szemből oldalról volt várható éjszaka. Viszont a repülőgép limitált manőverező képessége miatt nem tudta kimanőverezni azt, még ha éppen a jó helyre is nézett a megfelelő pillanatban.
Az F-117 maximálisan csak 4G túlterhelési manőverre képes a csúcssebessége közelében. Ezzel még a Volkhov rendszer újabb V-759 típusú rakétájának elkerülésére van egy halvány esély, de a nyev a legfejlettebb 5V-27D rakétája ellen már nem. Az előbbi rakéta 6 km magasan körülbelül 9G túlterhelésre képes, a másik úgy 15G-re. Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy a repülőgépnek ekkora túlterhelési fordulót kéne produkálni. A rakéták és légiharc dinamikájával majd egy teljesen külön videó foglalkozik. A Dvina légvédelmi rakéta rendszernél néhány alapvető tényező azért már be volt mutatva. Link a videó leírásában. Az 1991-es sivatagi vihar hadművelet idején Irak rendelkezett a Volkhov és a Neva harmadik világba exportált változataival, a Volga és a Pecsula rendszerrel is. Mégis 1271 bevetés alatt sem voltak képesek eltalálni egyetlen F-117-es sem. Mi lehet ennek az oka? A pecsorák nem használtak P-18-as célfelderítő radart, csak a Volgák. Ezen felül a kezelő személyzet is jelentős faktor lehet, mert egy rendszer csak annyit ér, amennyit az azt üzemeltető személyzet ki tud hozni belőle. A mindkét konfliktus megjárt, lelőtt F-117-es pilóta véleménye szerint ez volt az egyik legjelentősebb különbség a gyengén képzett iraki és a mérnöki képesítésekkel rendelkező szerbiai személyzet között. Amúgy érdekes az, hogy az F-117 vesztesége a bevetések számára fajlagosítva a karrierje alatt összességében rosszabb volt, mint több nem alacsony észlelhetőségű repülőgépé a sivatagi vihar hadművelet alatt. Ez a fluktuáció az eltérő veszélyességű bevetések miatt lehetséges. Illetve az sem megállapítható, hogy a gépek mennyire gyakran repültek be egyáltalán légvédelmi rendszer megsemmisítési zónájába. Ez minden elemzést torzít, nem csak ebben az esetben, de ilyen mélységű összehasonlításhoz nem áll elegendő adat rendelkezésre. Egyes, jól értesült hírforrások azt állították, hogy az egyes régi radarok ellen az alacsony észlelhetőség egyáltalán nem működik. Sőt, egészen odáig mentek, hogy már-már gyakorló célpontnak titulálták az alacsony észlelhetőségű gépeket, továbbá ezek feleslegességét és a csökkentett észlelhetőségű gépek rövid úton történő kihalását vizionálták. Ezek a kijelentések több szempontból is nevetségesek és igen könnyen cáfolhatók. Először is, ha annyira könnyű célpont volt, akkor miért is nem lőttek le többet az Allied Force alatt és egyet sem a sivatag a vihar idején? Az alacsony észlelhetőségű repülőgépek kihalását jósolókat cáfolja az a tény, hogy az Egyesült Államok, egyes középhatalmak, illetve fejlettebb és gazdagabb országok hosszú távon már egyre inkább csak alacsony észlelhetőségű vadászgépek beszerzésével számolnak. Lényegében csak azon országok nem tervezik ilyen gépek beszerzését, akiknek nem telik rá, vagy ha igen, akkor politikai szempontok miatt nem exportálható az adott országba. Már középhatalmak is alacsony észlelhetőségű vadászgépek saját erőből történő fejlesztésében gondolkodnak, például Japán és Dél-Korea, ahogy az EU több országa is kooperációban. Sőt, nem csak repülőgépeknél, de manőverező robotrepülőgépeknél és pilóta nélkül repülőeszközöknél is egyre inkább teret nyer ez a megoldás. Biztos, mert felesleges. Amúgy legutóbb éppen Svájc és Finnország választotta az F-35 A-típust az összes európai gyártású, nem lopakodó vadászgépekkel szemben, de némi politikai hercehurca után szintén ezen típus beszerzése mellett döntöttek Németországban is. Egyesek szerint az F-117 egy bukott repülőgép volt és azért vonták ki a szolgálatból váltótípus nélkül. Na, hogy ez sem igaz. Mikor a típust 2007-2008 körül kivonták az aktív szolgálatból, pontosabban tartalék állományba helyezték, azt annak fényében tették, hogy az F-35A rendszeresítése néhány éven belül várható, az F-117-est messze felülmúló képességekkel. Abban a pillanatban az F-35A közelgő rendszeresítése miatt értelmetlennek tűnhetett az F-117 flotta további finanszírozása és reptetése. Ez annak fényében is logikus volt, hogy a nagy hatótávolságú, területvédelemre alkalmas S-300P légvédelmi rakétarendszer család exportja megtörtént, ami jelen az F-117 képességei már elégtelenek voltak. Ez majd az újabb légvédelmi rendszer bemutatásakor válik érthetővé. A porszamag gépezetbe akkor került, amikor az F-35A rendszeresítése kicsivel több, mint fél évtizedet csúszott, és csak 2007 táján érte el a korlátozott bevethetőséget. Az F-117 csak annyira volt bukott, hogy az első és egyetlen harci vesztesége után még nagyjából 9 évig hadrendben volt. Ha a típus megbukott volna, akkor nem költöttek volna még rá 9 évig egy valak pénzt.
A hadművelet után egyes hozzáértők olyan butaságokat vizionáltak, hogy a Neva vagy Volhov légvédelmi rakétarendszer P-18 felderítő radarral vagy hasonló eszközzel alacsony észlelhetőségű repülőgépeket halomra mészárolna. Amint ezt korábban láttuk, ez az Allied Force és a sivatagi vihar alatt sem sikerült. Ma az F-117-hez képest az F-35 és jövőbeli gépek csapásmérő távolsága még radargyilkos rakéta nélkül is sokkal inkább kivantolva a kisméretű siklóbombák által. Meg ugyebár az F-117 a ma szolgálatban álló lopakodó 5. generációs vadászgépekhez képest süket és vak volt rádió, adatkapcsolat és besugárzás jelző nélkül. Majd pont ezek ellen lenne esélyük ezen kőkorszaki rendszereknek. Az 5. generációs vadászgépeken már megoldott a besugárzás jelző használata, illetve az F-35-ön még ehhez jön a körkörösen figyelő infravörös kamerarendszer, adott esetben folyamatos adatkapcsolattal megspékelve. Ez képes az emelkedő és közeledő rakétának akár a mozgás paramétereit is számolni. Az 5. generációs vadászgépek manőverező képessége és repülési teljesítménye messze jobb, és több mint elegendő egy olyan ősrégi légvédelmi rendszer rakétájának kimanőverezésére, mint a Neva. Ezen felül nem egyesével repülnek az alacsony észlelhetőségű repülőgépek, ahogy az F-117 tette, hanem egymással adatkapcsolatot tartva. És végül az F-35 képes vontatott csalik használatára is. Összefoglalva, egy fecske nem csinál nyalat, főleg ha az a fecske igen öregecske. A vadászrepülőgépeken a helyhiány miatt méteres hullámhosszú radar alkalmazása a kis antenna méret miatt lehetetlen. A kellően szűk nyaláb előállítása miatt lényegében csak centiméteres hullámhosszú radarok használata lehetséges a vadászgépeken, amik felderítő képessége eleve kisebb, mint a nagyobb antennával bíró légvédelmi radaroké. Emiatt is hasznos és alkalmazott megoldás marad az alacsony észlelhetőségű kialakítás. Amúgy Dani Zoltán egysége az elismert F-117 és egy szintén elismert F-16CG vadászgép lelövése mellett egy B-2 interkontinentális lopakodó bombázón elért találatot is jelentett, de ezt soha nem tudták igazolni. Ez az eset már csak azért is lehetetlennek tűnik, mert a Spirit normál körülmények között 14 km-es magasságon vagy annál is magasabban repülte le bevetéseit. Ha csak F-117-szerű radarkeresztmetszete lenne, akkor a B-2 észlelése az SNR-125 számára gyakorlatilag lehetetlen. A P-18 talán-talán még érzékelhette a B-2-t, de az SNR-125 rávezető állomásnak erre elvileg semmi esélye sem volt. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy értesülj a legfrissebb tartalomról és hírekről a csatornával kapcsolatban. Ez utóbbit megteheted a csatorna Facebook oldalán is. Támogathatod a csatornát annak Patreon oldalán vagy akár YouTube felületén. Ezért cserébe korai hozzáférés, extra tartalom, beszámoló az előrehaladásról, illetve a csatorna tartalmával kapcsolatos szavazások várnak hozzáférhetővé. Ez idáig 8 Patreon extra anyag készült, ezek tartalmát a videó alatti linken olvashatod. Amennyiben csak úgy szeretnéd a csatorna munkáját támogatni, akkor PayPalon keresztül is lehetőség van az adományozásra.